Sziasztok! Szép estét kívánok nektek! Tovább folytatjuk a... Wow! Álljál, mi van itt? Basszus. Jó, semmi. Na szóval, tovább folytatjuk a World of Warships-es kalandozásunkat. És mivel egy különleges karácsonyi event van, ugye bejött a 12.11-es april, ezért ugye most jönnek a mindenféle ilyen eseményládák, ugyanúgy, ahogy ugye minden egyes ilyen nagy nemzetközi ünnepésnél, eseménynél. Jó, és hát a télapó az egyébként nálunk is járt, és ennek megfelelően hozott egy pár csukát. Jó, nézzük már meg őket akkor, jó? Na, ugye ez az új skin egyébként, az új kikötő, amit ugye kaptunk erre az eseményre. Egyébként gyönyörű, mindenhol világít minden. Boldog karácsonyt. És a léghajó megvilágítja a várost. Nem? Na de, kezdjünk gyorsan a konténerekkel. Ó, először is egy Twitch konténer. Na ugye erről el kell mondani, hogy nézni kell a Twitch-en a World of Warships-t, és akkor kapsz konténert. Mi van benne? Hát ebben nem olyan nagyon sok. Van benne egy camouflage, van benne 5 darab zászlócska, meg 100 community pont. Nem rossz az. Gyűlik, és jó dolgokat lehet venni. Ó, igen. Ugye ez volt a mostani Misery Box volt, azt hiszem, ez ugye pont most így délután 4-től lehetett kihúzni. 24 óra prémium, tök jó, királyság. 300% free XP, illetve még egy Juliet. Juliet Charlie. Jó, nézzük. Mi a következő konténerünk? Ó, kezdődik. Wow. Ez tök jó. Ez nagyon hasznos, mert kapitány tudod vele húzni. Jó. Na. Ó, egy 8-as szintű disztró. Szupi. El is felejtettem mondani, hogy egyébként igen, tehát hogy ezeknél a ládáknál ugye nagyon-nagyon nagy esély van arra, hogy prémium hajót tudsz kihúzni. Konkrétan 16% van arra, van egy nagyon hosszú lista, hogy abból egy hajót ki tudj húzni, és egyébként meg nagyon hasznos és nagyon jó dolgok vannak így a konténerekben, úgyhogy nézzük is tovább gyorsan, hogy mik vannak. Ó, ez se rossz. Igen. Na, ez se rossz. Jó, egy, nem tudom, egy, ami más. A kredit az már nagyon megvan. Ó, hoppá. Egy kis kredit, egy igazi kredit. Nagyon szuper. Ez mindig jól jön, főleg, hogyha fejleszteni kell a hajót, és upgrade-et kell venni. Ó, nagyon-nagyon utcos commandereink lesznek. Közben kaptunk 625 szenet. Ó, meg 1000. 12500 szenet. Az nem rossz. Na. Aha. Ez ismét egy kredites. Ökobónusz. Ez is valami free XP-s, így van. 2400% free XP? Hát elnézést kívánok, hát az kurva jó. Na. Ez mi? Nem mondod! Hú, egy amerikai cruiser. Congress. Fajn. Hát két hajó. Na, nem mondod, még egy hajó.
ez se rossz, ez se rossz. Francia 6-os cruiser. Franciákat elkezdtem csinálni, de még annyira nem érzem őket, úgyhogy azt még pihentetem. Na de... ó, XP bónusz, ship XP bónusz. Az is mindig jól jön, hogyha fejleszteni kell. Mert mindig kell fejleszteni. Ez szén lesz. Ez szén lesz. Ott van. 12500. Azaz. Össze fog jönni ez a jó kis kapitány. Na. Ó, 2500 dupló. Az fasza. Az fasza. Na. Hű. Oké. Ship XP, az se rossz. Még 2500 dublon. Ohohoho. Ez nagyon jó. Egyre jobb. Oké. Okay. Ó, hallod, olyan commandereink lesznek. Iszonyat. Olyan táposak, hogy az. Ami egyébként kell is. Jó. Ez megint ship XP. 1600%. Au. Na. Oké. Okay. Nem már hallod. Jó, hát ez kemény eddig. Na az utolsó. Ship XP, vagy Commander XP. Jó, az is jó. És akkor utoljára pedig... na ez mi? Ó, ez itt nagyon elit commandereink lesznek. Na hát szuper, szuper, szuper. Bocsak. Hello, sziasztok! Kis szinten olyanok, amit nem használok. Na láttam, te szerencse fi, hogy... Szervusz, kedves Akumó! Na, mit szóltok hozzá? Azért... Éppen bannolni akartunk. Épp bannolni, na jó van. Hát azért... 2000 szín, meg 3000 prémhajó, meg még nem tudom mennyi arany. Kettő prémhajó. Nem, három prémhajó, igen, mert a duplex, a Congress, meg a Kid. Így van, és láttad a 7500 dublont? Láttam azt is, amit kihúzta, igen. Azért... Meg a 24000 arany előtt, vagy a szenedet is, úgyhogy... Igen. Úgyhogy dögölje kéhem? Nem kell. Inkább csak nem kell. Nem kell. Majd a sebzés beszél helyetted. Így van. Így van, így van. Na, végre is kaptam egy konténert. Két konténer. Ú, de tök jó az a konténerbontós ízé, a kis mézes kalács konténer, meg minden eddig állat. Az jól meg lett csinálva. Igen, igen, igen. Na, 20000 Commander XP, meg 12 darab 200-as izé. Az se rossz, szeressük. Így van, és ugye az új, hogy hívják, az új seasonbe, vagy nem is season, hanem az új patchbe, ugye ezt a 9-es szintű Michelangelo olasz cirkálót lehet megszerezni, hogyha nagyon szorgalmas az ember. Ugye van rá 55 napod, tehát azért bele kell húzni, nem meg rövid. Meg egy rakat dublont kell beletolni, nem? Mindez. Inkább nem, rengeteg nem kell. Csatát. Nagy, nem kell sok, csak például az mondjuk van egy az első fázisban egy olyan küldő, csak a CV-vel, valamilyen CV-vel kell 3.900.000 kövt farmolnod. Csak? És ez csak az első fázis első küldetéssorozat, és fázisonként 10 küldetéssorozat van, és van 27 fázis. Azt a büdös, már bocsánat. Szóval dolgozhatsz rajta rendesen. Na, az akkor szerintem kezdjük is ezt meg, mert én beredíztem egy Ryujo-val. Ja? Tényleg, én meg itt azért nézegetem a dokiadot. Beszélgetsz, meg így bontogatsz meg a dokiadot, hogy milyen igen. Szép fények vannak, hogy hogy. Mert gyönyörű, na, bocsánat. De, mivel jöjjünk? Mivel nyert, szerintem tegyere csatahajóval, mert ugye van két cruiserünk és egy carrierünk. Jó, akkor a gyors csatahajómmal jövök. Mackenzie. Várjál, Schaller úr egyébként nem jön ma? Nem válaszolt nekem. Nem láttuk, sajnos nem láttuk. Valamiért nem válaszolt ma. Jó. Szerintem bizi az úr. Ja, lehet. Bizi az úr. Easy-vizi. Mert most volt a bizi osztás. Ma ő lett bizi. Nem, ma már mondtam, hogy a ma estét azt így hajózunk. Így van. Úgyhogy hajózunk. Ha jó, ha nem jó.
Akartunk úgy tudod, hogy valaki az egeret irányítja, meg valaki a billentyűzetet, meg érdekes. Na, hova úszunk? Raptor Rescue. Raptorhoz feltételezem. Akkor én bemegyek egyből a Raptor mögé, mármint hogy autópilótával. A C6-ból, illetve 7-ből fognak érkezni. A 7-es sorra fog érkezni egy Alba meg egy Fuso. C6 környéken fog megjelenni egy Shirayatsu. Jó. Egészségedre. Jó. Akkor jobbra fordítjuk a tüzérséget. Igen, itt még arra kell. Én pedig kiküldök egy ajándéktorpit ide jobbra. Yeah. Már is. Igen, meg ki tudja spottolni itt a... az a csatahajót. Uh-huh. Miért dobott ki a torpedót? Azért, hogy visszajön egy repülőm. Na, sok már jönnek akkor... is. Igen, ott a fúsó. Át lehet lőni a hegyen? Hát nem szerintem túl közel vannak. Nem nagyon, sajnos. Nem tudsz, majd ha ide érnek, akkor fogod az Aubát először meglátni, de amúgy meg most jön mindjárt a DD, úgyhogy azt készülhetsz meg. Hát arra igazából majd a secondary tud készülni. És pizsomás még nekem jön. Két torpedó az fussónak, jó van, ez finom eddig így. Akkor majd célozd be az Aubát, és próbáld meg citad elára lőni. És még kettő a fusóba, jó. Szóval a hatában a DD-t a repülővel. Szép közben volt. Oké, megyek ott a Shirayutsu. Shirayutsu, bocsánat. A szedjétek ti, én szedem az Aubát, jó? Jó. Beküldök egyet az Aubába, biztonság kedvér, jó? Jó. És megpróbálok. Próbáljuk ki. Megnézzük, hogy találni. Sikerült-e. Sikerült két talált az Aubába. Very nice. Very nice. Hát ki mást? De vagy a legszebb. Próbálom minden következőt a fuszóba. Kigyújtottam. Csodás. Azért, amikor a fűfőnek a legvégében 4000-et belelősz SAP-val. Ó, ezt most elbénáztam, bocsánat uraim. No, csak hoppá, egy mondat. Cita. Jó van, de megoldottuk, szuper. Ütöttél rajta egy citát? Aha. Lehet. Ha jó szögbe találja be, akkor nagyon szépen lehet a szagot. Na nézzük ezt a range-et. Most vagy az van, hogy innen fog jönni két hajó, meg innen egy, vagy innen fog még jönni. Attól függ. Jó, én jobbra fordítottam az ágyukat, úgyhogy várom őket. Megyek spotolni éjszakra. Amúgy a torpedósok eljöhetnél ide, mert itt lesz egy anyahajó, és akkor megpróbálhatnád azt kilőni. Mert okay. A DD lesz a rakétásokkal, a rakétával ugye azt könnyebb. Kövköröm akkor arra lesz. Piko, figyelj, hogyha... Oké, engem valaki detektált a repülőimet. Oké, ott van egy Aubá. Hát az rohadt messze van még. Jó. Igen. Egyébként előre elnézést kérek mindenkitől, de egy picit én most tréningezni fogok rakétásokra. Csak nyugodtan. Mert hogy nagyon-nagyon izgalmatlan béna vagyok a rakétásokkal egyébként, de nagyon... És lényeg meg az, hogy kell ne tolja, tanulni, ne tolja van. A többi mindegy. A lényeg az, hogy a hajónak az oldalát, a cirkálónak az oldalát lődik, citadellát lődsz. Igen, pontosan. De hogy az, hogy pontosan mennyivel lőjek el, etc. ebben mondjuk írtózatosan béna. Egyelőre megyek a torpisokkal arra, merre mondtad, Piko. Jó. Nem tudod, lesz majd ugyan a helyen. Valaki szépet vertotta magamira. Nem én voltam, sajnos. Piko, a Piko sejtett, hogy mikor lesz ott az anyahajó? Nem sokára megjelenik ott. Már még nincs küldi, ott, de ott van, mondtam ott a raptor. És egy disztró is ott van ráadásul hozzá még. Igen, de hogyha az anyajót kiszedod, az jó, mert az egyedi küldetés. Persze, nem, csak azt nézem, hogy egyébként baromi okosan csinálják, mert az anyahajó füstje, de a disztró füstjében megy az anyahajó is. Ez most egy picit béna volt, de talán elkapja. Igen, kettő bele a... Izébe, Langlibe.
Közben, elkapják a fighterek. Jó, oké. Megyek vissza. A maga miatt tiéd, én meg megyek hátra, jó? Jó, amúgy a rakétásokkal az anyahajón is nagyon jó cita, de le tudsz venni. Hát bocsánat. Gyakorlás, csak mondom. Oké. Köszi, legközelebb azzal megyek most, hogy felszedtem megint torpedókkal. Hey. Nézd már. Már valaki beállt elé, nem tudod bocsi. Ki volt ezt. Kilettem a levegét a magaminek. Most nem ennyi előrehet a hajóval. Az a baj, hogy együtt megy a carrier sok hajóval is. Jó. És már alulról, ja a másik oldalról jönnek is. Nem, ne foglalkozz vele. Azt majd a pizsama intézi. Mikor lesz heal? Majd most fog lenni. Akkor jó. Ide kell menni, gyere. Már vagy innen fentről fog jönni, innen jön majd egy DD. Meg innen jön majd egy DD. Itt majd jön egy cruiser. Shit. Kéne heal. Már megy a heal. Csak hát jó, csak én meg hátul vagyok. Oké, akkor most próbálkozok egy picit a rakétásokkal. Torpedósokat, meg majd ami itt jön, cruiser, meg majd attól függően, hogy ha ide jön a fék kimenete, vagy ide, akkor vagy itt fog jönni egy csatahajó, vagy itt fog jönni két csatahajó, attól függ, mi lesz a vége. Oké. Egy szerpen. Siker. Nagyon durva, hárman mennek, az a baj. Meg két romboló van, mi? Pontosan. Megyek, kicsit segítek neked akkor abban, jó? Oké, köszi. Bár megy a Scorch, úgyhogy akkor nekem nem kell. Mivel megyek szerinted, a rakétásokkal, vagy torpedósokkal? Ott az alba, ott a... Hát... A rakétásokkal, a torpedósokat hagyd a csatahajóra. Jó. Most amúgy is az a baj, hogy már kevés torpedósom maradt, mert az a hármas fogadott sajnos. Azaz már mennek, írtják a hautót. Majd csak kis healt kérjek már itt. Komolyan. Nagyon gyorsan megy ez. Nem ment a füstbe a rohadék. Elég nagy tempó diktál. Elélődtem sajnos. Majd a következő repülővel itt menj már el spottolni, mert nem tudok onnan is érkezni, vagy egy hajó. Megyek spottolni. Ott egy DD. Egy darab hacuharunak. Maraki. Pico bombázóval nem éri meg rámenni egyébként itt most gyakorlatilag bármire, mert az a, hogy fogyok repülőből. Hát a bombázó a csatahajó kell le jó a legjobban igazából, hogy ezt arra kéne elhasználni, akkor okay. Vagy akkor most ja. Tartalékolj, most maradj egy kicsit mint van. És oda. Lesz Ellőtték a kormányon. Elmegyek arra spottolni, mint szóltok. Oké, ide gyere, itt lesznek majd, itt lesz két cruiser, innen jön majd egy Kongo csatahajó, meg egy DV, és ide jön majd be az Amagi, meg a másik kollega. Jó, oké, akkor megyek arra lefele délre spottolni. Egy darab repülő van, ezt nagyon hamar le fogják lőni. A bombázósokat vidd fel, és majd a Kongóra menjél, amit jön. Oké. Az dob szét a Kongót, és aztán azzal végeztél, és marad még bombásod, akkor pedig majd itt érkezik majd a második hullám. Ott van azért, ott egy másik anyahajó. Azzal ne foglalkozzatok, majd a DD intézi. Oksi. Reméljük.
Így is a fontosabb, hogy megvédjük a raptort. Bombázókkal megyek lefelé a Kongóra. Ott is van. Ott van a... Ide, itt pedig majd a másodikat abban, ami érkezik, az egy Amagi és egy Megatolosz. Akkor Kongó napozik. A Kongó magányos? Nem, van vele egy DD, vagy kettő. Hú, az jó. A bombázók magasan szállnak, úgyhogy nyugodtan mehetsz el. Ha jól eltalálod, akkor szép citadellát a pucidellára. Igyekszem. Kongóra? Igen. A bombázóval... Egy darab pen. Bombázóval simán a Kongóra citadellát tud szutni. Pont az a lényege, hogyha jól találod el a felépítményt a középen, teljesen. Akkor citadellát érsz, és akkor ilyen 4000-5000, akár 8000-et is összehetszettettük. Nyilván ugye a japánanya hajoknak inkább a torpedó a főereje. Jaj, most merre megyünk egyébként? Ja, ide le. Megyünk, jó. Oké. Jó, megyek vissza bombázóval. Nem láttam, hogy jól ült. Ott a keletre lévő anyahajóra nem menjünk rá egyébként? Milyen keletre lévő? Nincs már, meghalt. Ez már, ja persze, ott megy a cruiserünk, látom már. Igen, azért is mondtam, hogy ne foglalkozz vele. És belém jön egy pikorokkó. Bocs. Semmi baj. Csak én egyezbe szövertem rá a kapahajóra. Cruiserre. Loserre? Loserre. De igen, akumó, te ide, itt, itt, gyere így be. Ezt az ívet, jó? És használtam a másodlagos ágyaidet. Jó, jó. Két penetration is nem találtam egy citadelt megint csak. Nézz a Kongóra, ha a Kongó elfogyott, akkor így jössz, és erre nézzen az ágyút. Jó, jó. Onnan fog érkezni a többi. Ha az itt lévő DD-vel ne foglalkozz, tedd rá a másodlagos fókuszt, és aztán ne is foglalkozz vele többet, majd lejövő. Hopp. Változás. Ott a két csata, onnan jön, és onnan fog még jönni majd a többi hajó is akkor változásban. Majdnem lebombáztam a DD-t. Na akkor merre menjünk? Megyek a többi csatahajóra, ott két csatahajót látok. Mindig elméletek akkor. Fuhú, 6000 a DD. Akkor jövök utánad, jó? Jaj, jaj. És akkor Nagatót elkezdjük szedni. Nagyjából. Hát én nem lesz jó. A lényeg az, hogy minden itt jön majd ki, és akkor itt jön majd 3 cruiser, itt meg majd ugyanúgy egy cruiser. Jó. Okay. Oh. Nekem bombázolj, mert ezeket a darabokra szedik gyakorlatilag. Ezt neked kellett volna akkor bombázolni. Bocs. Mert így mi kilőnk a healert, meg a másik karát is. Nem baj, akkor most már a range-et. Oké, Imi, te tölts AP-t és kezd előni ezeket a cruisereket. AP-val a broadside-ot. Akkor viszont én a rangernek átmegyek a másik oldalára. Nagyon gyorsan. Jó, oké, de maradhatsz, csak lőj. Hát jó, lövöm. Á, csak hát a ki meg szar szöget mutat. Hát nem találok citákat. Nem találok citákat. Ne citálj itt minket. Mindenféle ilyesmi. Muszáj. Jó, hát engem így ki fognak kapni. Itt vagyok mögött a gyümét. Rosszabb, rosszabb. Melyiket? Az augment lőjen meg a másikat? Igen, igen, igen. Ne foglalkozz a csatájóval, azt intézik a többi. Kezd el lőni ezeket. Ne azt lőd! Engem lőj! Engem lőj! Ügye gyerek! Az augát lőjed elsőnek, jó? Fókuszáljuk ki. Ki? Iminek szólt. Jaj, bocs. Te a csatájóval foglalkozzál, meg majd itt jön egy magam, és akkor azt is ki kell lőni.
Jó, ez megvan. Én közben torpikkal rámenjek a zaubára? Nem kell. Ide gyere a magamihoz, hogyha én elő, vagy ide a Miokóhoz, ami majd még jön elő. Jó, oké. Most ledobok 2 torpedót, hogy jöjjönnek vissza a gépeim. Aztán visszamegyek rájuk. Hát a torpedó már csak ilyen. Igen. Bezzeg, most nincs heal, amikor kell. Addig van, amíg nem kell. Nem az, meghalt a healer, ha jó, azért nincsen. Ja. Ez is miattam van. Igen, amúgy. Jó, ezt nem akartam. Nem is beszettem. Oké, a DD-ként intézi a magamit. Jó, szopi. Okay. Jön a Miyoko. Jó, arra megyek én is. Hey. Be fog fordulni, csak mondom. Aj, bakker. Belement a helyzőbe, jó. Kaptam két torpit. Torpit. Jó, belement mind a kettő, szuper. Ezt ki is fogjátok végezni nagyon gyorsan. Jó, oké. Érkeztünk. Jön még innen valami? Nem, elméletek nem. Most kevesebb, ha jöjjött és kicsit átalakították. Közben engem úgy majdnem kinyírtak, jut eszembe. Csak így by the way van 8000 HP-n. Majd nem találod, ne viccelj már. Úgy van. Na, szupi. Hát, elég satnya eddig, mert 77000 a csepzés. Hát én nekem 63, de nem... Igen, ugye az a baj, hogy amikor jöttek a hajók, akkor megjön, hogy az volt a szitu, hogy két DD-vel jöttek meg, két cruiserre, meg ilyenek, és hát úgy nehéz úgy célra tartani a repülőket, hogyha történik is valami. És akkor az, hogy így messziről elkezdte sniperkedni a torpedókkal, ami vagy bejön, vagy nem, de a bombázókkal, meg a rakétákkal, amikkel ugye tudsz hitázni, meg ilyenek, azokkal úgy esélyed nincs. Na, szóval. Na? Jó. Na. Mit lőttél? Engem. Citát. Azt hittem már a csata közben is behúztál egy 800 szintű prémium hajót valahogy, vagy... Behúztam. Mondom, csata közben is. Csinyi, visszalő. Hát még szép. Lepattant, hát szarul lőtt, lepattant. Mi pattant le? Csak azért nem sebzett, mert friendly. Mert why not? Ah. Szép de support chips majdnem sikerült. Majdnem teljesen jól sikerült a sztori. Majdnem, kivétel, hogy baromira nem. Holiday in Santa. Jó, join. Mastery for dearest wish. Jó, 24 óra, rain, ismét. Yeah. Mokcsi. Jött egy látikó. Yeah, és jön Santa. Na nézzük, most egy darab nekem is jött. Szén, 800 szén. Az a jó, hogy mire kihúztuk az extra szenet, ezért a 800 szén után kapsz 38 pluszba. 38 ezeret? Hát ez elég komoly. Csak 38. Durva. De én most megkaptam. Én itt most nem értem, hogy miért mondja azt, hogy van valami, miközben itt tulajdonképpen nincsen semmi. De hát a semmi az nincs. Starter pack, jó. Azt... De várjál, ez volt ott. És ráadásul mennyiért van ott ezt? Ancikára te. Léci, fogd meg azt a... Úgy. Starter pack, details. Mi? 6000-ért? 6000 dublonért? De nézzük. Inkább nem. Vajon milyen hatos szintűvel érdemes még most menni? Miért milyenet van? Van egy Fubukim, Aobám, Gokazém. Hozzam az Aobát. Hozzam az Aobát? Uh-huh. Egy próbát megér. Rég ültem már az Aobába. Oper is vele, nagyon jó lehet vele HR-be szenvedni. Mhm. Uh-huh. 3-4 ezeret simán ráversz a könnyű cirkálókra.
már van a délékre. Tök jó. Hogyha bekapcsolod, akkor akár mehetünk is. Hát egy redizel. Néztem, hogy minden repülőtem megvan-e. És megvan? Yeah. Na majd kipróbálom a következő körbe a franciát is, francia cruisert. Jó, kíváncsi vagyok. Upszi. Piko, egy kis briefinget adnál? Igen. Innen fog megjelenni egy DD, egy... Na, ott nem látom, franc... bocsánat, pillanat. Ilyenkor még nem tudod kilőni, azért nem tudsz pointelni. A D1-be fog megjelenni egy DD, ami nem tudom mi, valami francia lesz, vagy nem amerikai, nem tudom. Ott lesz még egy cruiser is, egy francia valami, meg egy New York csatahajó. Aztán az F2-ből fog spawnolni majd egy Queen Elizabeth. A... Innen is fog spawnolni majd egy hajó, meg innen is fog spawnolni egy hajó, innen is fog jönni, meg innen is fog jönni. Ez egyébként nagyon jó, mert így én itt pont a jobb szélen, vagy a déli szélen állva, ezt így tényleg így mind arcba, hogy... Igen, albával töltjük be most azonnal az AP-lőszert, majd, és a cirkálódnak az oldalának a hátulját próbáld meg eltalálni. Oké. Okay. Én merre fordítsam a tornyokat? Jobbra fordít mindenki, most csak jobbra olyan ellenség. Igen? Igen, első körbe, igen. Közben tesztelem az új célzó nézetemet is. Célzó vizet? Beletettem egy új célzó nézetet. Egy új... Cruiser? Egy cruiser. Oh baby cruiser. Csotta, nézve. Oh baby cruiser. Az... Oh baby cruiser. Hova, ez gyors. Hát itt sokan vagyunk, srácok. Nem elegem. Váltsát fire-re, és kezd előni a New Yorkot. Nem is a DD-t kezd előni majd az avával. Oké. Még valakik majd kezdje el szedni azt a tornyokat is. Azt olyan, azt mondjuk te elkezdheted AP-val lőni, mert a piét beüti. Megyek, gyújtom a New Yorkot, vagy lelő is szeretném. De másodlagost is ráteheted, amúgy az is sebzi. Igen? Oké, ott a Queen Elizabeth. Leandert, ezért AP-val kezd el lőni. Hobával. Oké. Okay. Leander Rising. Igen, a Leandernek a közepére essen a golyó. Oké. Okay. Célod be. Próbálom. Bocs. Köszike. Einmal overpen. Ez nem baj. Aztán, hogyha az megvan, akkor kezd előni a faragatot állva. Ott a Queen. Igen, azt lövöm. Szép. Milyen sebzés megy rá, figyeld. Hát ez a. Na, Szalvót megvárjuk. Ne menjetek túl közel ahhoz a DD-hez, most torpedózni fog, hogyha nagyon közel nincs. Szép. Jó, én nézélek. Szekunderizek rá. Már. Queen, kiszedi valaki? Mindjárt. Aha, jó, oké, látom. Én... Jó, oké. Nem szóltam. Innen is fog jönni egy hajó. Itt is lesz egy hajó. Igen, ahogy mondtam. Alvával... Te ide kéne jönni az alvával, erre felé. Ott majd jönnek DD-k, két DD, azt ki kéne csapnod. Imre, mivel vagy? Warlins. Okay. Imre, te is gyere ide majd az alvával. Akkor maradok viszont HL-vel. Idáig el kéne jönnök, itt lesz egy őrtorony, ott ahol jelzem, azt ki kéne majd lőni. Illetve ennek majd hajók, meg két vagy három DD, azokat is ki kéne lőni, ami létezik. Hát legyen. Hát ahogával én készülök. Így. Jó, nem rossz.
amíg mentek oda, akkor közben lőhetitek ezt a két hajót, amit láttok. Uh-huh. De azt hiszem, nem igen, innen fog jönni még egy hajó, ezt akartam pont mondani. Te a Bayernnál kezd előni a Missourit hátul. Mm-hmm. Én is becsatlakozom majd. De van itt a két cruiser, amit van közelve. Az a lényeg, srácot, hogy ide el kell jönnötök és meg kell akadályozni, hogy ide bemenjenek a hajók. Bordul a Missouri. Igen, igen, oldalt fogunk. Magam gyűjteni a faragutot. Missouri az egyik DD-t. Úgyhogy oldalt fog neked mutatni, hogy ennek megfelelően célhoz be is lőd. Hát, hogyha... Jó. Te tudod pennelni, csak mondom. Tudom, tudom, pennelem nem az, csak a shotgun tudod. Meg távol vagyok a secondary-vel. Yes. Egyik disztróként. Oké, okay, lesz még de itt jön még 4 vagy 5 hajó, innen jön 2, meg innen jön 2, azokat vegyétek meg, aztán majd mondom utána a korábbit. Ajjaj! Ez csúnya volt. Elkaptak? Nem, csak kaptam egy pici emlékeztetőt arra, hogy nem vagyok. Nem egyedül vagyok. A fürdőkádban. Igen. Tízes csak. Yes, össz van. Persze, mert így ekkorát rám kell verni. Citadella 40 000 a Missourira. Jézus. Annyit nem is lehet. De. Két Citadellával rá volt a 44 000. Még szedjétek ki gyorsan. Oké, okay, Akumo, te ide jössz. Ott fog jönni egy Omaha és egy anyahajó, azt a kettőt ki kell lőnöd. Igen. Oké. Okay. Arra figyelj majd, hogy az anyahajót ne fókuszold elsőnek, csak tedd rá a másodlagost. Az Omahát ki kell citadellázni minél előbb. Negy torpedozón vagy gyújts majd föl. Uh-huh. Ez megvan aztán a, mint leszheted a kollégát. Lehet, hogy egy DD is lesz ott, de nem biztos. Jaj, de jó. Oké, srácok, itt még van egy hajó, azt ki kell szednetek. Bestem ezért. Utána jönnötök kell. Ide. Ide be kell állnotok. Igen. Igen, majd oda be kell állni, és onnan keresztbe kell az érkező hajót ültani. Uh-huh. Ja, látom, ott jönnek. A King. Okay. Szuper, srácok. Jöhettek ide be. Azt megcsinálhatja valamelyikőtök, mondjuk melyikőtöknek van több e-mailon elől. Jó, majd akkor lehet, hogy mi lesz. Mit évő legyek? Mond. Majd, még ráérsz, még arra vagyunk. De utálom az a hát, hogy nem lehet látni. Baha, vakon citadellát kapod. Yeah. Jó, és ott van egy faragút is éjjel. Igen, a messzeségben. Ha ide érsz, mi töltsd be az AP-t, és ha oldalt állít neked a Cleveland, akkor közepet soroznak, hogy szétszít a Dellenzt. Oké. Okay. Ha nem, akkor abban a pillanatban válts át az első sorozat kilövése után AR-re, és kezd el legyújtani. Aztán ide jön a pizsama is, te is gyere ide, ott maradsz meg. Igen. És ha odaértél, akkor szólj az imének, és az imének átjön ide, és fedezi majd a Hiller hajót. Oké. Okay.
Közben én beach-eltem egyet, de úgy, hogy nem látom a partot. Jó. Mi minél előbb el kéne kezdeni lőni őt. Már a Clevelandet lövöm. Azt közt megköszönöm. Igen, igen. Mert ezt ki fogja lőni a hajóinkat, hogy pedig haladni kell vele. Lesz, konkrétan úgy beach-eltem meg, amúgy itt nincs part. Oké. Ezt mondtam, igen, az nem baj, lőj ki az anyahajót. Ó, jó kis carrier. Ide, ide beállsz, és oldalt fog mutatni neked az összes enemy hajó, és azokat instant lőned kell, de nagyon kemény citadellát. Szépen bontasz, így, szépen bontasz. Hát bonthatnál jobban is. Messze vagy is, amikor sokat pattam, de mindjárt jövök én is segítek. Jövök rá, citadellát is ütöttem neki. Szuper. Nincs már sok belőle. Igen, igen, lőd ki őt a szigetet. És jobb hiány lőd ott a távolbeli a Fortress-t. Akarom mondani inkább a szigetet, ami kettőnk között van. Egy szerencsétlen szögből érem. Befejeztem. Mi? Ide fog bejönni a hajó. Amelyik? A healer hajó. A healer hajó. Ez menj és állj be a healer hajó. Healer hajó körébe. A lényeg az, hogy be egy biztos, hogy fel hátulva, másrészt gyújtod őt becsap a hajókat. Neked az a feladatod. Akumul, hogyha nem szigetelnél ott el magadtól. Igen, igen, tudom, tudom. Szia, Fanny! Ó, Fanny ismét köztünk. Aligó Fanny, guttanában. Így van. Igen, én is, hogyha jön DD majd, akkor azt instant ki kell fókuszolni. Na, lényeg, hát... Lényeg az, hogy védeni kell most itt a hajókat, amit töltődnek. Értem, értem, itt vannak a DD-k is. Igen, igen. Ha van DD, akkor azt is tudod, akkor azt sorozz szét. Ne tudjon torpedózni, aztán pedig utána a csatahajók a gyújtogassál. Én is gyújtogassam közben a csatahajókat? Igen, te hát, nagyon visszajöttél, akkor majd ide a sziget mögé bújja. Uh-huh. Ne gyere ki onnan nagyon, itt a sziget mögött megállsz, és aki oldalba jön neked, azt elkezded gyújtogatni. Ha meg cruiser van ott és oldalt mutat, akkor meg AP-val kezdek kilőni, mint az Omaha például, ami majd most lesz a leccendik. Itt bejött mellettem közben egy DD. Igen, próbálom szedni. Ki volt az az Omaha? Az szép volt. Gyújtom. Bocs, igen, operationozunk. Csak éppen rengeteg torpedót fogok ezáltal bekapni. Kettő torpi. Kettő torpi maradt bennem végül is. Jézusom. Hát urak, én félek tőle, hogy ezt még ki fogom bekelni, azt már nem biztos. Hát elnézést uraim, én kihullottam. Nagyon előre mentem, bocsánat. Igen, igen, azt hittem, hogy itt maradsz, azt akartam mondani, hogy maradj ott, és onnan simán lőtt el, tudtam volna maradni. Persze, Fanny, gyere, gyere! Hogyne? Hogyne, gyere, gyere! Na, Fanny is jön, csatlakozik hozzánk? Mi a Jervis? Yeah! Ja, lövöm, lövöm. Oké, most csak, az most a... Most már nem én, valaki. Na, akkor közvetítsünk. Oké. Ezek közben a többiek durván délről. Egy Anchorage, egy Csapajev és egy Colorado. A Csapajevet azt kezdett pilóni, de nagyon keményen citad el. Oksi. Most a New Mexico van neki a nagyon rossz szögbe. Igen. Most meg befordul jó szögbe. És az Indianapolis nem kéne ki közben kikapni? De azt is, de a Csapajevvel kezdjük. Na, az Indianapolis-e foglalkozzá. A Csapajev nagyon messze van még. Nem, a Csapajev az nagyon túl jó a BPM-je. Azt kell kilőni, mert az szép, hogy hígetni mindenkit, aki Csapajev. Ja, oké. Ez szép volt. Én intézem majd az Indianapolis-t, amint befordul, azért mondtam, hogy a Csapajevet kezdje előni, mert ő neki broadside-ot mutat, és nagyon jól tud citadellázni lehet. Uh-huh. Hát, ez az a baj, hogy nagyon messze van. Én is citadella, oké, Queen-i. Szép volt. Rúzsak alapvető, amit érkezik Queen. Mehet. Oké, gyújtottam. Az én lövöm a másik cirkában. A Queen-t ne kezdjem el szedni?
nem, a csapajövet, hogyha látod, a csapajövet lőjött mindenképpen, itt fókuszol ki. Jó. Most milyen közelebb egyébként? Persze, szemből. A csapajöv. Tudom, azért mondtam, hogy azt lője ki, én most be fogok majd halni valószínűleg. Be fogom ne hallj meg. És akkor fogom látni magam cserébe, hogy túl tudjátok ilyen. Valakinek ilyenkor muszáj. Mert az Atlan tank meghalt, nagyon hamar. Jó, csapajövbe adtunk egy kicsit. Ja, föltöttem a hílemet, megpróbálom az ankort kiszedni minél. Hú, de szépen le tudom őket pattintani most. Lángol már, lángol. Okay. Úristen, ez de durva volt. Ez csak citadellából, Piko? Igen, két citadellát kapott. Oké, okay, a csapajövet utána imi, hogyha a másik kettő elfogyott. Bassza kutya! Akkor a csapajövet lelassított. Na, a D-Link megy az Anchorage-re. Az Anchorage mindjárt annyi. Pucoljátok ki. Pucolom. Intézem. A Laskovica talán nem intézi ezt az Anchort, amire hagytam azt a 2000-et. Oké. Okay. Csapajöv kész. Jó, akkor az Anchor, a másik DD. Jó, az is kész. Szép. Akkor az meg az gyerekek, csak lőjétek egy gyújts ki. A lényeg az, hogy kigyújtod, eloltja, és utána addig lőheted akár AP-val is a fedélzetet szemből, mert az is AP-t a felépítmény. Hogyha eloltott a tüzet, utána úgyis kb. Ilyen 30 másodperc, nem tudod újra rágyújtani. Akkor mondanak, hogy broadside van. Jaja, tolom is. Igen, igen, az... Nem gyújtja ki, hiába lövöm. Azért nehéz, mert most még megy a repair neki, és akkor nem tudod újra rágyújtani. De miért egyáltalán de nem is? A Reaperre tudsz gyógyul, gyújtani. Gyógyul. De nem, hogy nem úgy Reaper, hanem hogyha ez a tűzoltó képességet benyomta, mert valaki már legyújtotta. Hát utána, amíg ez aktív. Hát az csak pár másodperc. Nem, az van 30 másodperc is kell, hogyha ezeknél a szaraknál. Uh-huh. A szép. De legyalázta a DD. Ez a dolga. Szép volt. Én megnézem ezt a DD-t, hogy ez mit, mennyi pontot megsebző szerzett, mert nagyon nyomta. Közlemény volt. Nem látod. Cleveland viszont hát. Az hozta rendesen. A Citadellát lőttem. Nem basz. Nice. Jaj, csak négyet. 157k-val. 162. Panni! Írd meg kérlek a nevedet, gyere léci. Ah. 800 acél. Ja, jó. Oksi. Little XP. Hellóka. No, akkor ezzel meg mondjuk. Én elhozom akkor most a Shandhorst. Avval is legyen meg minden. Én mivel jöjjek? Amivel tudsz. Bármivel. Fubuki Aoba Gokaze. Gokaze Tovodakon. Jaja. Papírt szirkálom, meglátjuk, hogy ki mit hoz, aztán úgy pakolok a többiben. Gyere föl Discordra! Légy szíves. Most nem. Jó. Nem baj, úgyis látja azt a mellett, úgyhogy... Persze. Jó, hát ezt... Ja, értem. Mobilnetről? Én úgy World of Tanks-et toltam. Az kemény. Uh-huh. Na, viszont akkor lehet, hogy őt meg kiredéző. És mennyi pont kéne? Még három? Még három pont. Jó. Hát én megnézem közben, hogy én miket tudok. Az vagyok okazén. És még semmi. Még upgrade-jeim sincsen. Oh my god. Oké. Scusi, egy nagyon picit kiredizek. Mert legalább egy main batterien upgrade-et felteszek. Legalább egy main armament upgrade-em legyen. Úgy. Egy dolgod lesz majd a okazéval, a kumó mögött menni. Jó. Ezt megpróbál megoldani. És nem előszeted meg, tehát erre figyelned kell, hogy úgy kapja a target fókuszt, ne te. Uh-huh. Tehát, hogyha jobb oldalra van az ellenség, akkor te akkumulátor balra leszel, ha bal oldalt, akkor akkumulátor jobbra leszel. Jó, ez egy súlyogos dolog, ez
mindig ő legyen közelebb az ellenfélhez, hogy ne te kapd a fókusz, mert téged nagyon hamar szétszednek, mert papír vagy. Viszont neked meg HL-vel szét kell gyújtanod mindenkit, aki közelebb akar menni. Na, viszont akkor redézzünk, aztán hat szóljon. Ez egész jó feladatnak tűnik HL-vel szétgyújtani. Pizsamás, Piku, rajtatok a világ szeme. Mert pláne ugye most ugye tír alatt vagyok részemről, úgyhogy aztán pláne így a kis popókámat óvatosan nem számít, tehát ez nem olyan, mint az aszimmetrikus, hogyha ha a hatossal jössz, akkor négyes dob, ha hetessel, akkor meg ötöst. Így feldobálja neked, de most, hogyha hatossal jössz, meg a nyolcessel, akkor... Még egyszer? Mondom, hogy ugyanúgy bedobálja neked a kolorádót, ha a nyolcessel jössz, ha a hetessel, ha a hatossal. Igen. Igen, oké. Oké. Erre emlékszem, ez jó volt. Amint kerjérel, ez jó volt. Na és merre menjünk? Hát most megvárjuk, hogy hol spawnolódik az első ellenfél. Az jó, akkor én jobbra fordulok. Fordítom az ágyokat. Rüheled azt a pályát, de miért? Nem rossz az. Ott vannak egyből. Na, akkor én már megyek és keresem akkumulatraktív popsiját. Ide erre a pontra, ide beállsz azzal, hosszakéval, és onnan mindent is majdnem fogsz így nyúlni. I am on it. Ide jöhet a két német csatahajó, illetve a két pontba. A dupla gyújtás indításnak közül. Két német csatahajó, és akkor ha közelbe érnek, a másodlagosok pusztítanak. Pont beraktam azt a skillt, hogy még pontosabban lőjenek. Nagyon helyes. Imre csatahajóval ilyen hátsó támogatást valahonnan onnan betűzelsz, és kész. Ha tudsz Imre, akkor majd ők rá, hogyha elfordulnak, akkor broadside-ra lehet lőni a kolléget. Bár igen, broadside ezért AP-val citadellát. Próbálj meg. Gyújtsuk fel a szigetet! Hát ha ők meg kéne elő lennie, neked például ugyan akumó, hogy a másodlagosok minél hamarabb elkezdjenek dolgozni. Igen, megyek. És ne a low HP-sokat kezd előni, arra csak a másodlagos tett fel. Jó. Próbálj meg az Aubat lőni te is, főágyúval, mert az broadside-ot mutat úgy, ahogy. Azt mondom, nem igazán. Mondom, azért mondtam, hogy úgy, ahogy. Akkor mi itt van healing, tehát hogy vissza tudunk majd érkezni HP szempontból. Én megpróbálok minden hajót meggyújtani, egyszerre ki vagy kétszerre legalább, hogy égjenek, és ebből szempontból. Helyes. Oké. Gyújtok én egy közben. Csarnhozta. Bocsánat, ezt haláztam. Oké, a következő hullám innen fog érkezni. Az meg. Már jön. Így van. Ki az ott? Izmail, oké. A Gneisenauval majd ide kéne menni, a Sarnhorsttal itt marad, Kaszokéval itt maradsz, Izmail ez is maradhat itt. És a hülye német? Most mondtam már az elhatóra. Hova menjek még egyszer? Ideázba. Jó, betalatkozó. Tudod, ahol... Na, a szabály az, hogy ahol én vagyok hátul, azelőtt legyen a te segged. Oké. Okay. Ezt nem úgy hal minket a izével? Nézni óvon? Szerintem igen. Mikor hallottam, mit mondtam. Amúgy a koszakéval majd átjöhetsz a szigetnek ennek a túloldalára nyugodtan. Áttolathatsz. Nem igen, azon kóra vagyok. Én is tolhatok épp. Na, a surveillance station-ünk gyógyítja magát ködben a tábolban.
Hát egy jó kongó. Lőtávban van, akkor lőhettek. Persze, hogy lőtávolban van. Persze, hogy lőtávolban. Pattan. Szanya keservit. Nem sokára nekem is ott lesz. Alig fogjátok éppen kilőni, mire már odaérred, nekem is lőttába legyen. Á, nem baj az. Van, lesz még itt sebzésnek oda. Lesz itt, ujjaj. Itt lesz nekem dolgok. Itt a cruiser, itt ami, ott ami feladatom. A bébék. Ez a mi alatt ebben én is benne vagyok? Mi vagyunk a cruiserek, nekünk a dolgunk első körben a bébéket okay. Nézem. Mi feladatunk. Kiszedni a bődéket, és meggyújtani a csatahajókat első körre. Itt van egy a szakéval maradj, ezt a DD-t szóval, másiknak. Egy mellé. Mellé lőcsisztem azt a kis fubukit. Mellé lőcsisztod? Mellé lőcsisztem. Csatahajókkal a cruisert fókuszoljátok ki, légy szíves, az autókat. Tudjátok, jó? Első körben azt fókuszoljátok ki. Oh. Ők a humo, segítem. Az jó. Épp próbálok szöget állítani. Hülye. De mi? Áááá, basszus. Pattan róla. Kongót próbálom szedni. Gyűjtöttem a kongót közben. Csak úgy gyorsan vonatkozzon. Ehhez a szignet mögé vonulj át, légy szíves. Oké. A túloldalán. A kumó előtted azért kéne kilőni. Többre a másodlagot. Mire? A bár? Aha, igen. Szíj, már rajta van. És ha tudod, akkor azt lőjed első körül. A pályánit azt majd a többiek intézik keresztül. Jó. A szakéval kezdj el ide átvonulni. Imre is maradhat ide átjöhet. Meg nehézzen a hújjel. Nem, már megint gyújtott ez a hülye. Ő is jöhet arra. Mint ezen a kicsit időt a nagyot. Nice, főn. Mindig elfelejtem, hogy vannak még hajók rajtunk. Egy kérdés, egyébként én ne AP-zzem a pályát, mert nekem nagyon broadside-on van éppen. Nem, ne AP-zz, nem ütök be. Oké, okay, én gyújtom egyébként közben. Égesed, az égésből sokkal több sem ügyes lehozol. Ennyi csak okay. Te fölteszel a három tüzet. Egyre még egy csak penelem, meg non-penelem, tehát pályában. Közben mozogját a sziget megadta, arra a kis szigetpontra. Azon vagyok, tolatok ezzelre. És ha már tudod, akkor kezd el gyújtogatni azokat a hajókat, hogy lesz a kéva. Akkor ti elvesztek a Bayernnel a hajósajtot. Ezt már megoldjuk, igen. Hát ez már megesz, igen. Jó, azt már akkor mó kivégzi. Talán. Oké, próbálom is, ha bár. Ez is ide át kell mozgolni. Kinek? De neked is, át kell mozgolni. Jó, átjövök. Tízzel lövök kerül és kerülés. Mondjuk a kormányát kilőttem. Ez a csúnya abba elkezdett rám lőni. Nem baj. Ahoba. Gyújtsod, ígest. Gyújtom még egyetem meg, ez küldtem egy két torpit is, ha már éppen töltött a HM közben. Oké, okay, a DD-ket szedd. Hát, ha belemegy. És belement a torpedom, ne basz! Rossz a kéval mondom, a DD-ket kezd elünk. DD-ket kezdjük összeedni. Megyek az Albertre, mert az E23-ra, bocsánat. És ég a DD. Igen, az Albert. A Kagerót kezd el lőni. Én is égek. Mindenki. Fanny nagyon messze, én ezt nem használj ki a második esélyt.
Hát ezt fogjuk meg a fognak érni, ki kéne lőm ezt a kagerót, de gyorsan. Lövöm. Ó, kapott az egy torpit. Szép. Jó, szuper volt. Kilőtte ki, nem tudom, de szép volt. Charles Mata. Oké, basszus! Albert is. Azt csinálok. Ezt a Yorkot, vagy mit? Igen, a Yorkot. Igen. Jó, töltök. Most már azt hiszem nincs mit lőni. Nekem bebújt a szélged mögé. Oké, low HP is. Lőm a Yorkot. Jó. Szuper, megcsináltuk. Jók vagyunk. Na most jön a más. De akkor most gyere oda vissza gyorsan. Menj el ide hátra tölteni. Imitej, menj el. Mi az, hogy tölteni? Hát HP-t. Én is azért jövök el. Fullon vagyok majdnem. Hossz a kivapé is menj oda. Igen, de jön egy Yamato, úgyhogy haladj. Jó, hát maxon megyek. Mindenki menjen hátra tölteni, akinek nincs HP. Na de jó. Ha tolat, Piko, elég gyors, hogyha tolatok? Nem. Haladjál, fordulj előre fel. Jönnek. Oké, okay. Aztán igazából maradhatunk itt hátul, szigetfedezékbe, és akit lehet tudtok, azt lőjétek oldalba, outside-ba, amit tudtok. Innentől az a lényeg, hogy ne halljatok meg nagyon, és... Nagyon, igen. A lényeg az, hogy ne engedjük túl közel őket, én megpróbálok védekezni már úgy, ahogy egy bal oldalt. A többi a jobb oldalt, azt oldjátok meg. Ó, ott hipper. 90 fajult. A jobb oldalt azt minél előbb le kéne darálnotok majd, hogyha folytatjátok HP-ba, mert utána jön még ott két DD középen, és van utána a Yamato, vagy a muszaki van most. Hipper ez a scooter hajó. Tudod miért? Na, nem vágod, hogy miért? Nem. Ha volt ez a notaik, hogy hipper, nem? Nem, nincs. Nem vagy elég öreg, az van. Hát, igen. Na, az egész lepattant róla. Miről? Hipperről. Ja. Ez a szóval. Hipper. Hol tudok gyógyulni? Itt messze. Két helyen. Hol? Jó, hülye. Akkor én balra fordulásra fogok gyógyulni. Nem tudom, hogy hova, csak valahova eljátok, hogy gyógyulni, töltsétek fel magatokat, és akkor utána hozzék jól. Gyere ide hozzám, segíts nekem. Hova? Mutasd. Ide. Itt vagyok mögötted. Okay. Itt segítesz nekem, a többiek meg intézik a többi hajót. Lövik. Akkor szerintem jobbra fordulóval jövök hílelődni. Lényegtelen, hogy oldod meg, csak old meg. Fordulóköröm nem épp állat. Vagy a Misofito. Oké, a Kosszakéval neked le kell váltani majd engem. Csak mondd, hogy hova. Ide, mondtam, hogy ide. Ki kell lőnöd ezt a DD-t, amit van. Oké, látlak. Csak meghírelődök teljesen. Én elvesztem szerintem. Azt a DD-t, ami most jön? Ami ott jön? Igen. Igen, engem kilőttek. Akkor átkaptam. Szedd ki ezt a DD-t minél előbb. Ami ott van a három hétben. Veszek jól. Jó, akkor kicsit kibújok a sziget mögül, mert nagyon nem tudok most lőni éppen.
Nyilván, neki kell bozzulnod. Ezt ki kell szedni, hogy segíts a többieket. Azt kapta egyet, jó? Meg. Kicsit fordulj majd balra, az az, aki van, nállj meg. Hol adok vissza hírelődni? Jó, de akkor úgy, hogy az orrod, az jobban a Gneisenau felé. Tudom, a Gneisenau felé, azon dolgozom. Igen, és közben gyújthatod. Igen, vagy igen, most, igen, azon vagy vagyok, azon vagyok. Vagy a muszasit gyújts meg, már a négy toronyát tudod lőni a muszasit. Az meg. A muszasit kezd a gyújthatod meg. Oké, okay, Sean Horstal, akkor most se kicsit, és akkor Gneisenau bal oldalt kezd el kilőni. Rendben. Menj rá Gneisenau-ra, ha kell torpedóz ki, ugyanúgy neki is van torpedója, de ezt lefénytőd meg. Hílelődj, az a te dolgod most. Akkor Gneisenau, amikor ugye Nagatóval... Csak belém jött valaki. Talas meg a buszakéval, talas meg a legjobb fókusz, és Gneisenau-nak. Menj rá, azon vagyok, csak közben. Ugye hírelődni szeretnék, meg... Foglalkozz a hillel, ne foglalkozz a hillel, mert abban a pillanatban, hogy elfordulsz ki fog időni. Állíts vissza, úgy, hogy szemből legyen. Uh-huh. Most fog időni. Ó, basszus, te tudod, hogy miért? Meg rossz irányba nyomtam a kanyarodó gombot hátra. Na figyelsz, nem figyelsz, nem tudom, hogy mondanak, mint érzenek el. Ezt csak vízolgó csesztem el. Én figyeltem, hogy kanyarodja csak végig rossz irányba. Próbálják bekanyarodni. Oké, okay, lőd a Gneisenaut, Broadside-ot mutat neked bal oldalt, mert az is hívat fognak. Hállj meg és lőd Gneisenaut, nem baj, ha nem tudsz hílelődni. Ne foglalkozz vele lenni, ha megyek el lőd. Tölte. Nem baj, majd ha tudod lőjed. Itt volt a szívem, amikor Epic Fight volt a szívem. De miért? Hát az én torpedó, három torpedó ment vele és nem észettem ki. Timi, menj egyenesen, és a Sashi neked Broadside-ot fog mutatni. Azt kezd el oldalba lőni. Ez mi már? A Kumo, neked pedig a Nagatót kéne lőni. Musashit tudom lőni. Akkor azt lőheted. Nagató kiment. Timinek is mindjárt Broadside-ot mutat, és akkor is rá tud lőni 12. Meg egyébként mennek torpedók a Musashira, és el fogják kapni. Kurva életben, hogy mindig van itt valaki. Gyerünk innen, 10. Mindjárt. És egy torpedó van csak a Musashiba végül. Megy felé még három, de kifordulja. A Musashi mindjárt annyi. Fanny kivégzi. Secondary-ből. Na, gyönyörű volt. Fanny a király. Gyönyörű volt. Hú, hallod. A szentélyét. Máté, örülök, hogy... ja, hogy még beteg vagy. Ó, bocsánat. Ó, jobbulást. Jobbulást. Hogy még beteg vagy. Igen, kedves. Ez egy... Ez most nagyon nem jól hoztam el, sajnos. Én vagyok a csapatban a legjobb. Hát az én 37 ezer pontomat. Én meg 135. Én nekem most 45k volt. Én hoztam a szokásost. More shield achievement. Na ilyet sem láttam még. Premium account expires soon, 22 óra múlva. Boldog okay. Mikulást mindenkinek, itt a sok szén be lehet fűteni. Hát igen, Fanny, ez van. Papírlöveg, az papírlöveg. Igen. Na várj, megnézem közben mennyi. Szerintetek a... hogy 7-es szintű lett a kapitányom. Szerintetek a cruisernek a 4-es tírű skillekből mit éri meg behúzni? Hát semmit nem tudsz, mert az 10-es szinten. Tudom. Csak a kérdés az, hogy várjak-e valamire 10-es szintig, mondjuk a concealment expertet behúzzam-e például? Mindenképpen. Jó. Piko, mennyi szénnél tartasz? Bocsánat. Csendben maradhatsz. Nem, csak kérdezem. Mennyit kasszáltál az előbb? 24 ezeret busztoltál magadon, szóval nem vagy ezzel. 160 ezernél tartok. Szénnel. Úgyhogy Günther.
az nem sokára be fog hubbanni. Úgy látom. Legalább lesz mivel fűteni majd a gyerekeknek. Na pakoljunk valamit, aztán haladjunk. Úgy. Na. Illetve még valamit állunk. Én most nem jövök közével. Ja nem, állj, mi? Én most Nürnberggel, mert ezeket ki akarom húzni a bónuszokat. Ha már. Aztán kipróbálom a francia csodát. Hm? Az szép. Okay. 50 K-sebzésből 35 tűz. Azért az... Az igen. Na, hogyha redisztek, akkor mehetünk is egyből. Jöjjek meg ingol kezével? Hát ahogy érsz. Jössz, hogyha húzod valamit, amit húzol, az legyen. Hát, mit húzok? Nem tudom. De furcsa ennek az eloszlása. Hát akkor inkább az Aubát, mert azt abban legalább több az XP, ányú. Meg mondjuk ezt ki van fejlesztve. Van torpedó? Van egy torpedó. Egy torpedó oldalon. Jövök az Aubával. Nem tudom, Goku ez meg valahogy nem tudom. Szimpiba torpedó szöge, vagy én nem is tudom, hogy mondjam ezt szépen. Jó az Aubá, csak meg kell tanulni játszani vele. Nem, tényleg nem egyszerű, én is utáltam az Aubát. Hát igen, ha balra akarsz menni és jobbra tekered, akkor mindegy. Akkor tök mindegy, persze, akkor nem a hajó neve az, ami számít. Hát nem. Nem, nagyon megkezdtek még az ilyen heavy cruiser, és hogy lassan tölt, kevés az ágyú, papír.